A polgárőr autó és a kamerák a település több pontján jelzik, hogy kismányokon vigyáznak a polgárok vagyonára és testi épségére. Az elmúlt évek bűnügyi statisztikáiban nincs is mit feltüntetni. A polgárőrség a rendőrséggel halörtve megteremti a biztonságot, fogalmazott Simon László polgármester. Igyekszünk a felderítésekben részt venni. Konkrét bűneset most már évek óta kismányokon nem fordult elő, olyan, amit esetleg ugye ismeretlen tettesként keresni kellene, sőt, kiemelkedő bűncselekményünk sem volt. Ez egyrészt köszönhető, én azt gondolom, a járőrözésnek, a megelőző tevékenységnek, másrészt pedig ugye 3 évvel ezelőtt sikerült ugye 2 kamerát felszerelnünk, VBS rendszerrel működő térfigyelő kamerát, illetve az elmúlt évben egy gépjárműjárt rendszámfelismerő rendszert is üzemeltetünk. Azt gondolom, ez nagyban hozzájárul az élő erőn kívül a közrend közbiztonság fenntartásához. A polgárőrséget azért hozták létre országosan, hogy segítse a kisebb falvakban a közrend közbiztonság fenntartását. Kismányokon 11 polgárőr közel 1500 órányi szolgálatával teljesíti az elvártakat. Az egyesület tagjai számára az idei esztendőben 2 fontos esemény lebonyolításában kell szerepet vállalniuk. Az egyik a hónap végén az Európai Uniós, szeptemberben pedig a helyhatósági választások. A kismányoki polgárőrök évente alig 400 000 forintból teljesítik önkéntes szolgálatukat.